Harci és felderítő elemekkel folytatódott a Magyar Honvédség kéthetes összevont búvár kiképzése. A gyakorlat első hetében a műszaki búvárok hajtottak végre különböző feladatokat, a második héten pedig a szolnoki 25/88 könnyű vegyes zászlóalj és az 5. Bocskai István lövészdandár felderítő búvárai alkotta csoport merült a mélybe. A feladat, amit kapott az összevont búvárcsoport, egy komplex feladat volt, egy partszakasznak a felderítése és az ott található útszakasznak az aknásítása. Magát a felderítést a felderítő búvár alcsoport hajtotta végre, és miután a felderítés sikeres volt, felderítették a területet, biztosították, jeleztek a műszaki alcsoportnak, aki partot fogott és megkezdte a területnek az aknásítását. A vízhatlan zsákokba rejtett aknákkal felszerelt búvárok megrohamozták a partot, és megkezdték szó szerinti aknamunkájukat. A feladat sikeres végeztével, egymás biztosítása mellett a két csoport elhagyta az ellenséges szárazföldet.